kívánok, hölgyeim és uraim! Nem úgy alakult a mai este, hogy elterveztük, de hát azt szokták mondani, hogy az élet kompromisszum, tehát önök most arra kényszerülnek, hogy az én bevezetőmet hallgassák végig. Három dologról szeretnék beszélni, néhány szót magáról a rendezőről, Kósa Ferencről, néhány szót Kósa Ferenc pályájáról, és néhány szót a tízezer napról. Kósa Ferenc pályája úgy indult, mint a mesebeli legkisebb fiúké, akik arra rendeltettek, hogy kiállván a nehéz próbákat elnyerjék legalább a fele királyságot. 1937-ben született Nyíregyházán. Érettségi után jelentkezett a bölcsészkarra, meg a jogra is, de nem vették fel tényleg mesébe élő, ahogy bekerült a filmművészeti főiskolára, édesanyja épp be akar gyújtani, és a gyújtóshoz használt papíron volt egy hirdetés a főiskolai felvételiről, és akkor ezt megmutatta a fiának. Aki 1958-ban került a főiskolára, keleti Márton osztályába. A főiskolán három vizsgafilmet csinált, a, az etüd egy hétköznapról, a jegyzetek egy tó történetéhez, és a fényt. A fényben már benne volt valami a későbbi rendezőből. Ez egy kohóban, egy vasműben játszódik, a munkások a munkaszünetben barkok báznak. És akkor gondoltam velem, valamire szól az egyik munkás, és akkor elkezdik kitalálni, hogy mire is gondolhatott. És akkor egyszer csak megjelenik egy elvont fogalom, a fény. A fény eszméje. A fény, ami, ami, valamivel több, mint az ő hétköznapi életük. Erről szól majd minden kósa film. Természetesen ez egy költő ilyen megformált, rövid játékfilm, de már benne van az az eszme, ami a rendezőt később is foglalkoztatja. Hogyan lehetünk többek? Hogyan törhetünk ki abból a börtönből, amely a hétköznapi életet jelenti, amelybe beleszülettünk, ami körülöttünk kialakult, de amelyhez nincs olyan sok közünk, mert van egy magasabb énünk. Magasabb én, ez bizony már a Bartók dramaturgia egyik kulcsszava. Kósa Ferenc bár ahhoz a nemzedékhez tartozott, akik a 60-as évek elején eszmélődtek és próbálták kigondolni, hogy miféle filmeket fognak csinálni, de őt szemben nemzedéktársaival, nem az akkor divatos európai filmiskolák és hullámok vonzották, nem azok jelentették a mintát, hanem elsősorban a magyar kultúra, a magyar költészet, a magyar irodalom, voltak természetesen nemzetközi mesterek, Eisenstein például, vagy a fotográfus Eduard Tisze, de ő mégis Bartók Bélát nevezte meg legfontosabb mesterének olyannyira, hogy később tanulmányokat is írta a Bartók hatásról. A tízezer nap anyaggyűjtését Bartók dramaturgia munkaszóval szokták minősíteni, mert az történt, hogy Bartók Béla módjára ők is nyakukba vették az országot, hogy tényeket, történeteket, eseményeket gyűjtsenek apáik életéről. De van egy mélyebb tartalma is a Bartók dramaturgiának. Lendvai Ernő és Szabolcsi Bence írásai szólnak arról, hogy a bartóki világ, Ban kettős pólus van jelen, eh, akár csak a fényben tegyük mindjárt hozzá, és utaljunk arra, amit az elején mondtam, hogy van egy reális világ, ez az inferno, a pokol világa, az a világ, amiben élünk. És van egy paradízó, egy paradicsomi állapot, oda kellene eljutni. Ez az eljutás persze harc, küzdés, ami próbára teszi az embert. Itt tessék most csak a ö, csodálatos mandarin nő alakjára gondolni, aki eljut a magasabb énnyéhez a végén. Erről szól a Bartóki zene, és erről szól Kósa Ferenc művészete is. De még mielőtt a tízezer napról beszélnék, a főiskola után először nekiadatott meg az a lehetőség, hogy mindjárt játékfilmmel diplomázolunk. Az európai film aranypillanatai vagy aranykorszakai voltak ezek, és a tízezer nap végül is hossza lehetne beszélni az előkészületekről, hogy hány forgatókönyvet kellett írni, kilencet, de végül is elfogadták, és abban az évben, majdnem, hogy azokban a hetekben, amikor Gál István visszatér Karlói a nagy díjal, megkezdődik a tízezer nap forgatása. Az operatőr ugyanaz, Sára Sándor. És Kósa egy 1964-ben a Filmszínház muzsikában megjelent interjúban, ami előrevetíti, hogy egy nagyszabású filmről lesz szó, ahol négy évszakon keresztül forgatják a filmet, lesz benne jégvágás a Tiszán, aratás az Alföldön, megelőlegezi, hogy egy, egy, nem akármilyen pálya kezdődik majd el. Egy évig tart a forgatás, aztán a filmet át kellett vágni, betiltották, végül is elkövetkezik 1967, amikor eljut a Kanni Fesztiválra, ahol a legjobb rendezés díját és az ifjúság díját is megkapja. Egy olyan fesztiválon, ahol a nagy díjat Antonioni Nagyítás című filmje nyerte el. Nem akármilyen belépő ez, azt hiszem, a, a szakmába. Kósa egyik pillanatról a másikra ismert lesz, nemzetközileg is és Magyarországon is, és fontos rendező. Így indul a pálya, és így folytatódik a pálya. A következő filmjét, az ítéletet egy heves sajtó vita előzi meg. Megjelent a film novella, nem is a forgatókönyv az újírásban, 1968-ban aztán Rényi Péter egy két cikkből álló hozzászólással, Rényi Péter a Népszabadság főszerkesztő helyettese volt annak idején, bírálja meg a novellát, ami nem tesz jót a készülő filmnek, a ráadásul magyar, román, szlovák koprodukcióban készülne. 24 hozzászólás érkezik. Mindegyik tanulmány hosszúságú cikk. rengetegen szólalnak meg és elkezdődik a forgatás, meglehetősen feszült légkörbe, hiszen 68 után vagyunk. Aztán elkészül az ítélet, elkészül a nincs idő, ez megint óriási társadalmi vitát vált ki, az emberek elkezdik értelmezni, hogy miről szól ez a börtönfilm. Aztán elkészül a hószakadás, és gyakorlatilag Kósa Ferenc az egyik legfontosabb rendezőjévé válik a magyar filmművészetnek. Népszerű, rengeteget jár, ankétre van olyan filmmel, amelyel több mint 200 helyre megy el. Ez bizony társadalmi cselekvés számba megy. Miért mondom ezt a kifejezést? Mert a vezéreszmélyük, amit gyakran neveztek így akkoriban, ők hárman, mert hiszen el is terjedt, hogy hármas szövetséget alkotnak, Sára Sándor mellett Csóri Sándor az, a forgatókönyvíró, aki ennek a, a kis alkotói szövetségnek a konstans tagja több mint tíz évig dolgoznak együtt. jelentős filmek sorát készítik. folyamatosan dolgozik a 70-es, 80-as években 70-es éveket jegyzi két dokumentumfilm, a küldetés című film, aztán a béres film, amit persze csak tíz évvel később tudnak bemutatni, amikor már roskadozik a rendszer és ö, hirtelen válságba kerül a film bemutatása idején, 87-ben a magyar üvegipar is, mert az emberek megrohamozzák a boltokat, hogy béres cseppeket tudjanak beszerezni. Ö, ö, játékfilmet is csinál a 80-as években, a mérkőzést, a gernikát, és végül 1987-ben a másik embert. Rendhagyó pálya ez, és rendhagyó lesz a fordulata is. Azóta nem csinált játékfilmet. 1990-től kezdve Kósa Ferenc országgyűlési képviselőként, 96-ig tagja a magyar parlamentnek. Azóta sem csinált játékfilmet. De ha megnézzük, hogy miért is választotta ő ezt az utat, akkor nem vádolhatjuk őt következetlenséggel. Mert miről szólnak a filmjei, és akkor most már a filmjei világképéről kell néhány mondatot szólni. Őt mindig közgondok foglalkoztatták. Társadalomkritikus, politikai filmeket csinált. Van egy politikája, amelyben azt írja, hogy ezt ketten fogalmazták meg Csóri Sándorral, hogy mindig a szerelemről akartunk igazából filmet csinálni de magunknak is rejtély, hogy miért a politikák csapongásait kutattuk eszelősen. Tehát közgondokról készültek ezek a filmek, közgondok foglalkoztatták, és nagyon sok filmje pont ezért a múltban játszódik, legalábbis tematikailag. Volt egy lengyel, ha már Judit megszólított lengyel ügyben, egy lengyel filmkritikus, akit úgy hívtak, hogy Boleslav Mihelek, aki írt egy tanulmányt arról, hogy a közép- és kelet-európai művészetek miért történelmi jellegűek, ami kicsit avit, kicsit nem mai, holott jelentésében igazán mai. Hát azért, mert ezekben az országokban nem volt függetlenség, nem volt kormány. És mondja Mihalek, a művészetre hárult az a feladat, hogy betöltse a kormány a társadalmi lelkiismeret szerepkörét ami nem működött, a művészetre hárult annak a működtetése, hogy megfogalmazza a közgontokat, tudatosítsa azokat az emberekben. És hogyha megnézzük ezt a pályát, akkor tudjuk igazolni, hogy igen, ez erről szólt, ilyen funkciókat is túl az esztétikain töltöttek be ezek a filmek. Kósa művészete, talán mondhatjuk azt, hogy méltóság teljes és komoly. Itt az élet, a filmek nem ismerik a humort, nem ismerik az idilt, az élet könnyű oldalát, hiszen a hősök gondokkal küzdködnek, börtönben vannak, harcolnak. A drámai tét mindig az, hogy visszautaljak a fénykapcsán elmondottakra, hogy sikerül -e kitörnünk az infernóból, és elindulni egy, idézőjelben mondom, paradicsomibb állapot felé sikerül-e eljutnunk magasabb énünkhöz. Ha megnézzük a filmeket, akkor láthatjuk, hogy minden film erről szól. A Tízezer napban, ami 30 év magyar parasztság, a 30 éves történetét dolgozza fel, és az előterében két férfi barátsága modellezi a döntő társadalmi tartalmakat. Az egyik hős, a Széles István, az úgy él, mint I. és Gyula szociográfiáinak hőse. Annyi a vágya, hogy földje legyen, lova legyen, háza legyen, felesége legyen. Van egy másik hős, aki azt mondja, hogy több az emberi élet, mint hogy valamit birtokoljak, és a két hős harca az, ami tulajdonképpen működteti a filmet, és aminek hatására a, az az ember, aki a 30-as években rapszolgaként árulta magát az emberpiacon, Széles István, eljut oda, hogy a film végén elmondhassa, van, elmondhassa azt, hogy szükség van itt rám. Azaz, szükség van az embereknek arra, amit csinálok, és amit velük együtt próbálunk csinálni. Nem idilli film ez a hősök sorsa egy percig sem idilli, ahogy nem idilli a sorsa sem, ahogy nem idilli a nincs idő hőseinek sorsa sem, akiknél ugyanaz a mágnespólus, a kettős erőtér működik, hogy van a filmben egy öngyilkos ember, aki hihetetlenül érzékeny, erkölcsi lény, és a világ aljassága láttán nem tud más csinálni, mert csak addig jutott el, hogy ahányszor tisztességtelen eseményt lát, kanalatnyel nyel, és öngyilkos lesz, és akkor elviszik börtönkórházba, és a végén már összezsugorodik a gyomra. Ez a hős eljut odáig, eszmélődik egy olyan szintre, hogy a végén kimondja, hogy itt, itt hazudnak, és nem csak a börtönben, hanem a börtön kívüli világban. De ez egy megszenvedett mondat, egy megszenvedett igazság, erről szól tulajdonképpen ez a film, hogy ha drámai és tragikus módon, de mégiscsak van remény, és mégiscsak van egy keskeny ösvény, amin elindulhatunk magasabb élünk felé, hogy lendvai erdő kifejezését használjam. És erről szól majd a hószakadás, és erről szólnak a dokumentumfilmek is. Balcó András azt mondja, hogy ő a közösség által fut. Tehát nem az ő egyéni sorsa az érdekes, hanem ő tagja egy nagy közösségnek, és együtt futnak és jutnak révbe valami módon. És ilyen küldetéses ember, Balcóhoz hasonlóan, Béres doktor is, aki a közösség érdekében. E próbál valamit tenni, állítja elő a szerét, ami értelmet ad az életének. És nem csak értelmet, hanem ez természetesen egy örökös feladatvállalás. Egy küzdés. A Kósa Ferenc, hogy német László kifejezésével éljek, idea embere, ezek az emberek, akik maguk teszik önön sorsukat nehézé azáltal, hogy feladatot jelölnek ki, és feladatot vállalnak. Ebbe akár bele is roppanhat természetesen az ember, minthogy a filmeknek ritkán derűs a végkicsengése. De a közösségért való élés, a közbugondokból való résztvállalás, azt hiszem olyan teher, amit érdemes az embernek vállalni. Erről szól minden kósafilm, és erről szól a mai film, a Tízezer Nap is, egy nagy évű pálya első darabja, amelyet kérem, hogy nézenek végig. Köszönöm szépen!